Részlet: Kállai Gyula 1962. március 18-án Károlyi Mihály hamvainak hazahozatalakor elmondott beszédéből. Károlyi Mihály igaz nagy hazafi volt, aki életét a magyar nemzeti függetlenség, a népjólét, a népek közötti béke és barátság érdekében vívott harcban töltötte el. Politikai pályafutása kezdetén gondolkodását a polgári demokratikus célkitűzések jellemezték. Az őszirózsás forradalom győzelme után alakult új kormány élére, majd a Népköztársaság elnökének tisztébe Károlyi Mihály került, aki háború ellenes magatartásával és demokratikus programjával széles körű népszerűséget vívott ki magának. Az 1918-as forradalom polgári demokratikus forradalom volt, amelyet a magyar népnek meg kellett vívnia, de azon túl is kellett jutnia, hiszen ebben az időben a társadalom bajait a polgári demokrácia gyógyszereivel meggyógyítani már nem lehetett, ezek a szerek már hatástalanok voltak, mert a történelem a munkásosztály szocialista forradalmát tűzte napirendre. Ez a tény azonban semmit nem vesz el azoknak az érdemeiből, akik 1918. októberében a Habsburg monarchiával és a feudális kapitalista renddel szemben a demokratikus forradalom zászlaját hittel a kezükbe vették. Tettük, a magyar történelem, a társadalmi haladás, az igazi hazafiság nagy tette volt. Károlyi személyes példájával is bebizonyította, hogy a polgári demokratikus forradalom céljait őszintén követi, 1919. februárjában saját kezével verte le birtokán a földosztást jelző szövegeket, de egyetlen más földbirtokos sem követte példáját. A munkásosztály és szövetségesei küzdelmének eredményeként a polgári forradalom tovább fejlődött, 1919. márciusában hazánkban győzött a szocialista forradalom, mégpedig békés úton. A békés átmenetben jelentős szerepet játszott Károlyi Mihály haza és népszeretete, humanizmusa is. Belátta, hogy a munkásosztálynak kell átvennie a nemzet vezetését, félreállt, utat engedve a proletár hatalomnak. Akkor még nem kristályosodott ki benne az a tudatos meggyőződés, hogy a szocialista forradalom hazánkban is történelmi szükségszerűség, de növekvő rokonszenvvel kísérte a Tanácsköztársaság idején az ország függetlenségére, a nép anyagi és szellemi felemelkedésére tett hősi erőfeszítéseket.